Madárdalos, jó reggelt! Nézzétek, milyen szép virágos kertem van. Júj, de szép tulipánok! Meg is locsolom őket. Hol a kannám? Itt sincs. Ott sincs. Megvan. Felmegyek a tetőre. Megnézem, ott hagytam-e. Kukucs! Nincs itt. Elher vannak a virágaim. Kerekítő Manó, hol vagy? A tetőn. A tetőn? Igen, itt keresgélem a kannát, de nincs. Nézd meg a pincében, hát ha ott van. Jaj, a pincében. Tényleg, megnézem. Kukucs! Ó, hát itt van ez. Nézzétek csak, meglocsolom kertem virágait. La 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 la. Te kerekítő Manó, mit szólnál, ha ültetnénk Bazsa Rózsát a kertedbe? Jaj, az a remek ötlet. Elmegyek a kútra vízért, addig ti csak ültetgessetek sok szép Bazsa Rózsát. Vegyük elő a tenyerecskéket, hova ültetjük a rózsákat, nézzétek csak. Én kis kertet kerteltem, Bazsa Rózsát ültettem. Szél, szél, fújdogálja, eső, eső veregeti. Hús! A fejük búbjára is ültessünk egyet. Én kis kertet kerteltem, Bazsa Rózsát ültettem. Szél, szél, fújdogálja, eső, eső veregeti. Hús! Gyertek, menjünk lovon, elmegyünk nagyapó lován, bejárjuk az egész kertet. Úgy szembe a babákat, hogy lássátok egymás mosolyát. Gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Azaz, na még egyszer a lovasokkal. Gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Emelkedünk, gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Gyitte, paci, gyitte, ló, jó lovat vett nagyapó. Oh! Jól van, köszönöm szépen. Még locsolgathatjátok a kertet, ültethettek még a hasuk közepébe is Bazsa Rózsát, jó? Nagyon szépen köszönjük! Hát egy kerekítő foglalkozást láthattunk anyukákkal és gyerekekkel, és vendégünk Jékovács Judit drámapedagógus, kerekítő foglalkozást tartott a gyerekeknek, illetve dr. Noszek László klinikai főorvos. Ugye a beszéd és a mozgás fejlődés mellett nagyon fontos a hallás megfigyelése. Mik azok a tipikus tünetek, amikor már azt kell lássuk a legkisebbeknél, hogy gond van, mint szülő? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon sokszor a Magyarországon mind a mai napig az első felismerés az 3 éves kor körül történik, amikor a gyerek olyan közösségbe kerül, ahol szakemberekkel, óvodapedagógusokkal találkozik, akik össze tudják hasonlítani a többi gyerek fejlődésével. Tehát nagyon sokszor a szülők nem veszik észre ezt. Tehát a hallássérülésnek különböző fokozatai vannak, és lehet a hallássérülés olyan fokú, gyakorlatilag sükettséggel határos, amit azért mindenképpen észre kell venni, vagy legalábbis nagyobb százalékban észrevesznek, de egy közepes, kisfokú halláscsökkenést nem vesznek észre a szülők feltétlenül. Ez viszont rendkívül fontos, hogy minél előbb felismerésre kerüljön, hiszen az emberi idegrendszer, emberi agy körülbelül az első 4 évben annyira plasztikus, annyira alkalmas arra, hogy befogadjon mindenféle információt, hogy szinte magától tanul ilyenkor a gyermek, és ez mindenképpen a beszédfejlődés, a beszédkialakulás szempontjából nélkülözhetetlen. Tehát ebben az időszakban meg kell történni azoknak az alapvető folyamatoknak, amiből aztán a beszéd kialakulhat. És ha ez valamiért elmarad, és ezért nagyon fontos, hogy időben felismerjük, akkor bizony sokszor nagyon nehezen behozható hátrányokat szenved a gyermek. De hogyha, bocsánatot kérek, doktor úr, hogyha a szülő észreveszi, vagy tehát még ideje korán észreveszi, akkor ez teljesen feljavítható, vagy némileg feljavítható, vagy ez hogy van? A kérdés nagyon jó, és azért
ülhetek itt örömmel, és mondhatom azt, hogy a hallás az egyetlen olyan érzékszervünk, ami gyakorlatilag természetesen kompromisszumokkal, de 100%-osan rehabilitálható. Fantasztikus. Tehát vannak olyan eszközeink, a hallókészülékek, amik enyhe közepes fokú halláscsökkenések esetén, és itt nagyon fontos külön választani a belső, illetve középfül eredetű halláscsökkenést, ami a hallás veszteség szempontjából ugyanazt eredményezheti, de teljesen más kezelést igényelhet, és a diagnózis is másképp születhet meg. A lényeg, hogy ha gyakorlatilag süket egy gyermek, akkor is van lehetőség arra, hogy visszaadjuk a hallását, uh-huh. illetve hogyha tehát ha úgy született már eleve, akkor hallást biztosítsunk neki. Uh-huh. És hogy lehet ezt mondjuk otthon mondjuk van egy szülő, akinek van egy szép gyermeke, és az hogy veheti észre ezt? Tehát min veheti észre, mert azt mondja ugye, hogy ez sokszor későn veszik észre. Ez így van. Mik azok a jelek, amire azt mondjuk, hogy hoppá. Hajlamosak szelektív hallásra a gyerek, csak azt hallja meg, amit akar. Ez kétségtelen. Az, hogy mire reagál egy gyerek, tehát nagyon sokszor, amikor beszélünk, vagy történik valami a gyerek körül, akkor ott abban nem csak a beszédhang van az, vagy a hang intenzitása már lehet olyan erős, hogy ugyan érteni nem érti, de valamiért fölkapja a figyelmét, és ha az kellemes, akkor pozitívan, ha nem olyan kellemes, akkor negatívan reagál a gyermek. Judittól szeretném mindenek előtt megkérdezni, aztán folytatjuk, hogy a kerekítő program foglalkozás hogyan tud segíteni az ilyen hallássérült gyerekeknek. Papa-mama foglalkozásainkon a kerekítő mondokáskönyv sorozatban összegyűjtött öbeli játékokat, mondókákat találjuk, és ezeket elevenítjük fel. Ezekről tudni kell, hogy ugye, ahogy láttuk is, egy szemtől szembe játék, tehát a kisgyermek az élet első éveiben teljesen szemtől szembe, közvetlen közelről lesheti el azt, hogy az anyuka hogyan képezi a hangokat, hogyan születnek meg a szavak, a beszédértés, beszédéslelést is nagyban segíti, és tulajdonképpen ez a megszokott beszéd tempóhoz képest egy nagyon lelassult, jól artikulált, amikor mondókázunk ösztönösen egy különleges hangon szólaltatjuk meg ezeket a mondókákat, amiket általában kántálunk, mozgás is kapcsolódik hozzá, ugye ez is nagyon fontos, tehát önmagában észrevétlenül is fejlődnek a gyerekek általa, és megemlíteném még azt, ami nagyon fontos pont akár a hallássérült kisgyermekekkel kapcsolatban, az egészségeseknek is ugyanolyan fontos, ugye ez az érzelmi biztonság, amiben ezek játszódnak, hogy feszültségoldásra is nagyon jók, és talán ahol egy kicsit akadályozott a kommunikáció, bármilyen oknál fogva, ott esetleg a kisgyermekben az átlagosnál egy kicsit több feszültség jelenhet meg, akár a szülőben, akár a gyermekben. És a mondókázó szülő és gyermek mindig önfelett, sosem feszült, tehát egy nagyon jó kis érzelmi hangulatot teremt, egy szeretetteljes légkör, ami utána az értelmi fejlődést is megalapozza, tehát az érzelmi biztonságból aztán szerte szana tényleg a kis agyi csatornák is jobban megnyílnak ösztönösen. Úgyhogy a nagymamáink ezt ugye ösztönösen csinálták, és ezeket örökítjük át, és tulajdonképpen felér tényleg egy ilyen prevenció jelleggel is, vagy hogyha esetleg gond van, akkor ezek nagyon-nagyon hasznosak, és ezek már benne vannak a tudástárunkban, sokat átörököltünk. Igaz, hogy a több generációs családok megszűnésével foglalkozásokon, vagy a könyveken, honlapokon lehet ezeknek így utána járni újra. Amit Judit említett, a lassú beszéd, doktor úr, szerint is hatékony, hatásos? Ez a mondókázásos rész. Feltétlenül ugye érdemes különválasztani azt, hogy bizonyos típusú hallássérülések esetén a legfontosabb eszköz a korai fejlesztés. Tehát nem műtétekre van szükség, nem hallókészülékre, különösen komplex rendellenességek esetén, tehát amikor egy koraszülött gyermeknél, vagy valamilyen oknál fogva születése környékén, traumákon átesett gyereknél, ott mindenféle olyan sérülés is bekövetkezhet, ami a mozgását, hallását és számos egyéb, tehát az érzékeléssel és a motorikus rendszerünkkel kapcsolatos összetett problémát jelent. Ezeknek a megoldásában ez biztosan nagyon hatékony, illetve azok az esetek, amikor már megvan a pontos diagnózis, és a gyermeket megpróbáljuk visszavezetni arra az útra, amit egyébként optimálisnak tartunk, tehát a korának megfelelő fejlődés útjára, abban ezek az eszközök mindenképpen nagyon hasznosak és fontosak lehetnek. Igen, és később a logopédia is ugye alkalmaz ezeket, tehát teljesen ide nyúlik vissza az első életév játékaihoz, tehát akár az óvodai, sőt még az iskoláskori logopédiában is használják ezeket a
és ezeket a mondokás könyveket, és egyáltalán ezeket lehet kapni. Tehát, igen, tehát ez egy olyan dolog, amit mondjuk ajánlunk a szülőknek, hogy ugye az egyrészt a szülő-gyerek kapcsolatot is ugye fejleszti, másképpen esetleg el tudjuk kerülni azt, hogy sőt, ilyen problémák, ilyen hallás problémák. Sőt, a honlapunkra is 70-et feltöltöttünk, tehát bárki meg tudja tanulni. Egy szóra emlékszik gyerekkorából, már előjön az egész mondóka. Úgyhogy. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen eddig Magyarországon objektív módon a hallásszűrés az nem volt megoldva. Igen. Úgy néz ki, hogy remények szerint 2015. szeptember 1-től Magyarországon is kötelező lesz minden megszületett gyermek objektív újszülöttkori hallásszűrése, ami mindenképpen jó lehetőséget teremt arra, hogy idejében felismerjük ezeket a problémákat. És ez már rögtön az újszülötteknél már ez jelentkezik, ez a probléma? Tehát a 4000-ben, tehát a felmérések alapján azt mondhatjuk, hogy az újszülöttek 4000-ben általánosságban is előfordulhatnak ilyen hallás problémák, azoknál pedig, és Magyarországon sajnos még mindig viszonylag magas az újszülöttkori intenzív osztályon ápolt gyermekek, tehát koraszülöttek, vagy valamilyen betegségen, rendellenségen átesett újszülöttek esetében, tehát az úgynevezett PICEK, perinatális intenzív centrumokban kezelt gyerekeknél, ez a 10-szeresére nőtt, tehát 4-6%, úgyhogy ott az mindenképpen egy veszélyeztetett populáció. Fogjuk még folytatni biztosan a témát, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondták nekünk.